És tart, elindult a nap 8. futamasz Borai László emlékverseny Ürményi díj. Jól sikerült az indítás az egész mezőjének, és Cash Rain vállalja magára a vezetés Denko Schmidával. Mögötte szorosan Uccellino és Mr. Viro Czárevics halad. Souvenir de Mou, Robert Sarával pedig a mezőny végén pár hosszal kiszakadva. Azt hiszem, hogy ez még beleférhet az 1800 méteres versenyben. Nagyon jól együtt galoppozik az élmezőny, és kívül Mr. Viro Czárevics össze Parigállal lehet, hogy elmegy vezetni. Kedvező pozícióban azonban Uccellino és Georgiev. Uccellino és Mr. Viro Czárevics kettőse galoppozik a frontban, mögöttük 2-3 hosszal következik Linácska. Jól tartja magát Cash Rain, benne a falon a harmadik helyen, majd jönnek a terővér farmos lovak, jön Origami, mellette pedig Poligráf, a mezőny végén Souvenir de Move. A lovak most már a túlsó oldal közepén járnak, elérték az átjárót, még mintegy 1400 méter van hátra a versenyből, és nincsen változás az élmezőnyben. Mr. Viro Czárevics vezet, benne a falon azonban Uccellino kedvező pozícióban fejfejt haladnak, majd újabb fejfejt érkezik. Linácska, illetve Cash Rain, a telivérfarmos lovak közül úgy tűnik, hogy Poligráf tartja jobban magát, egy picit már lovagolni kell Origamit, és megérkezett Souvenir de Move a mezőny végéről. Nagyon nyílt az idei Ürményi díj, az Borai László emlékverseny 1800 méteres távon. Egy hosszas most Mr. Viro Czárevics előnye Uccellinoval szemben, de Uccellino visszajön a kanyar közepén, és amikor a lovak megérkeznek a 400-as táblához, akkor szinte teljesen egyszerre fog a vezető kettős fordulni. Uccellino most már mintha előrébb járna, Mr. Viro Czárevics pedig fárad, jön kívül Cash Rain és Souvenir de Move-nak van óriási momentuma, benne a falon pedig jön Origami, jön az utolsó 400 méter, és egy pillanat alatt Cash Rain átvette a vezetést. Cash Rain már elő van benne a falon, azonban jól jön Cash Rain mellett Origami. Origami, Cash Rain és Souvenir de Move. Souvenir de Move lehet a meglepetés ló, Cash Rain azonban fölényben. 100 méter van még hátra a versenyből, Cash Rain tartja az 1-20-as előnyét. Cash Rain vezet, jön Souvenir de Move. Cash Rain, Souvenir de Move, Origami. Ez lehet a befutási sorrend. Cash Rain fog győzni, Souvenir de Move a végén rászalad, majd Origami és Poligráf a lovak további sorrendje. És hát erről beszéltünk, hogy egészen biztosan nincs 15 kiló Poligráf, illetve Cash Rain között. Elképzelhető, hogy Jack the Giant-es kritérium egy kicsit több annál, ami valójában. Az egészen biztos volt, hogy az a 45-ös Cash Rain formozás kevesebb annál, és hát ez hozta ezt a verseny. Arra nem beszél, hogy Poligráfnak lehet, hogy talán szintetikus sem ízlet annyira, mint mondjuk a gyep. Azt pedig ajánlgattuk, főleg mondjuk Spider Girl múlt heti jó futás után, hogy Souvenir de Move lehet talán a meglepetés ló ennek a futamnak. Hát még így is, hogy második, azt gondolom, erre abszolút rászolgál, erre a címre. Szép küzdelem, négy ló között ugye a három tip, illetve Souvenir de Move, de hát éppen Poligráf marad le. Figyelem, a nyolcadik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 5-ös, 7-es, 4-es. Ismétlem, 5-ös, 7-es, 4-es. Tehát folytatódik Maronka Gábor istálójának remek sorozata. Cash Rain tudja megnyerni ezt a versenyt, Souvenir de Move, illetve Origami. Hát Origami is megveri Poligráfot, akinek voltak azért holdpontjai a verseny során, aztán meg felhozza Linek a kanyarban, benne volt egy ilyen kisebb lögdősődésben, ott hárman voltak ebben, de hát nem ezen múlt Poligráf győzelme, talán még a helyezése sem. Linácska, Uccellino, Mr. Viro Czárevics.